Február 22-én 2017 óta a Magyar Parasport napját ünnepeljük. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidő Sport Szövetsége a nap kapcsán számos programokkal készült, többek közt Győrben is tartottak iskolákban érzékenyítő programokat. A program részeként a győri Radnóti Miklós Általános Iskolában parasport bemutatókkal és beszélgetésekkel várták a diákokat, valamint hétfő délután a diákok parasportolókkal is találkozhattak. A Paralimpiai Bizottság elnöke elmondta, rendkívül fontosak ezek a programok. Muszáj, hogy a gyerekek, a diákok megértsék, hogy az élet az bonyolult. Sok mindenféle szín van benne, sok mindenféle lehetőség van benne, sokféle adottság és képesség van benne. És el kell fogadnunk, hogyha másoknak, egyeseknek kevesebb adatik valamiből, mint a többségnek. A hétfő délután tartott eseményen Petrov Iván, Győr sportért felelős polgármesteri biztosa kiemelte, nem szabadna különbséget tenni sportoló és parasportoló között. Számtalanszor összehasonlítjuk ezt a kettő dolgot, hogy parasportoló, épp sportoló. Én azt gondolom, hogy a kettő között, hát ha bárki pálcát törhetne akármelyik felett, akkor az ad legyek én, hiszen mind a kettőnek ismerem a legmagasabb szintjét. Nincs különbség. Nincs különbség, mind a kettő sport, nincs két sport. Arról szól a sport, hogy valaki, egy ember a lehető legjobbra törekszik. Tehát felteszi az életét arra, hogy valamiben a legkiválóbb legyen a világon. Az eseményen Svitach Alexa, Európa bajnok para asztali teniszező bemutatója után a gyerkőcök kötetlenül tudtak beszélni a sportolóval. Véleményem szerint ezt minél korábban el kell kezdeni, hogy egyáltalán az, hogy fogyatékos, azzal a szóval megismerkedjenek, illetve az, hogy vannak igenis parasportolók is, nem is akármilyenek. Úgyhogy ezt mindenféleképpen már otthon a szülőknek szoktuk javasolni, hogy kezdjenek el velük beszélgetni, illetve a különböző intézményekbe, a tanároknak, pedagógusoknak. Az eseményen Patkás Tomi Rokival, Győr parasport nagykövetével is tudtak beszélgetni a diákok. A sportoló elmondta, az ilyen rendezvényeken lehetőség van a fogyatékkal élő emberekről kialakult negatív képeket megváltoztatni. Mindig arra törekszem, hogy próbálok a gyerekekhez lemenni, tehát az őszintjükre, hogy ne úgy nézzenek rám, mint egy felnőtt, vagy ne úgy nézzenek rám, mint hogyha nem tudom, valami olyan szigor legyen, vagy egy tanár, hanem a barátjuk próbálok lenni, és azt szeretném ezzel elérni, hogy meglássák azt, hogy tényleg nyíltan vállalom azt, hogy például nincs lábam, ugye én nap mint nap az uszodában köztük vagyok, mutatom magam, és ezzel is próbálom őket arra inspirálni, hogy ne féljenek, vagy ne legyenek olyan gátlásaik velünk szemben, amik mit tudom én, itt az évtizedek vagy századok alatt berögzültek. Országszerte egyébként több mint 600 iskolában tartottak érzékenyítő programokat hétfőn.